Augusztus 8-án a vasárnapi déli úrangyala elimádkozásakor Ferenc pápa folytatta az élet kenyeréről szóló emelkedését. Arra biztatta a híveket, hogy bátran meséljenek el Jézusnak mindent az életükről, mert ő épp arra vágyik, hogy meghitt, mély baráti kapcsolatban lehessen velünk. Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ferenc pápa beszéde kezdetén kiemelte, hogy a vasárnapi evangéliumban Jézus tovább prédikál az embereknek. A csodálatos kenyérszaporítást követően világosan kimondja, hogy ő az élet kenyere. Mit jelent ez? Az élethez kenyerre van szükségünk. Az éhezők nem drága ételeket kérnek, hanem kenyeret. A munkanélküliek nem hatalmas fizetést kérnek, hanem csak szeretnék megkeresni a kenyérre valót. Jézus kenyérnek nyilatkoztatta ki magát, vagyis annak, ami a mindennapi élethez igazán szükséges. Az Úr nem egy kenyér a sok közül, hanem maga az élet kenyere. Jézus abban a kijelentésében, hogy ő az élet kenyere, valóban az egész létet és küldetését összefoglalja, amely az utolsó vacsorán teljesül be. Jézus tudja, hogy az Atya nem csak azt kéri tőle, hogy táplálja az embereket, hanem azt is, hogy megtörje önmagát, az életét, a testét és a szívét. Az Úrnak ezen szavai csodálkozást ébresztenek bennünk az eukarisztia ajándékán. Jézus értünk emberré lett, és minden, ami az életünkkel kapcsolatos, érdekli őt. Beszélhetünk neki az érzelmeinkről, a munkánkról, a napunkról, a barátainkról és a gondjainkról is. Mindent elmondhatunk neki, mert Jézus velünk vágyik erre a meghitt kapcsolatra. Angelus Domini nunciavit Mariae. A Szent Atya az úrangyala elimádkozása után köszöntötte a rómaiakat és a különböző országokból érkezett zarándokokat. Külön üdvözölte a veronai ifjúsági csoportot és a trivenetói szalézi házak fiataljait, akik kerékpárral érkeztek Rómába. A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.